A tűzoltók két irányból közelítették meg a lángokat. Az erkélyen és a bejárati ajtón keresztül két vízsugárral fékezték meg a tüzet. A második emeleti ingatlan egyik szobájában a számítógépnél csaptak fel a lángok, és a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol papír égett. Szombaton délelőtt egy Ősz utcai társasház második emeleti lakásában keletkezett tűz. A hálószobában a számítógép környékén csaptak fel a lángok, körülbelül egy négyzetméteren. A tűz átterjedt az erkélyre, ahol papír gyulladt be. Nagy volt a riadalom a lakótelepen a tűz idején. Sokan nézték, hogyan fékezik meg a lángokat a tűzoltók. Az egyik szomszéd is a kisebb hangzavar miatt vette észre, hogy baj van. Pont alatt a lakom. Néztem, mondom, miért néznek főpről, és akkor kijövök az erkélyen, és akkor látom épülöttünk. Szabó Bisztrica Anetta Fehérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője hozzátette, a tűzoltók légzőkészülékben dolgoztak. Senki nem sérült meg, és a munkálatok idején sem kellett elhagynia senkinek a lépcsőházat.